Sakk bajnokságot tartottak az Oromi Tájházban. A versenyzők korhatártól függetlenül a svájci rendszerű, hétfordulós rapid játékban mérhették összetudásukat. A versenyen kicsik és nagyok is egyaránt részt vettek, összesen 46-an jelentkeztek. Az első helyezettek érmeket és szerény jutalmat kaptak, de minden versenyző diplomával térhetett haza. A versenyt Farkas Tibor sakkmester vezette. Nem az a lényeg, hogy ki hogy játszik, hanem az, hogy szeret-e sakkozni vagy nem. És aki rosszabbul játszik, az majd kifejlődik a versenyen. Ez a versenynek a célja. Nagy jutalmakat itt nem osztunk, viszont érdekes, hogyha valaki mégis jó eredményt ért el. A verseny befejeztével lesz egy kis koncert is, amit az oromi virtuózok, meg egy kispiaci virtuóz ad elő, majd ezt még a bírók előkészítik, amit ki kell adniuk, a diplomákat, meg a helyezéseket. Addig lesz ez a koncert, úgyhogy addig egy kis szünet lesz.